9. fejezet. Tűzből újra tűzbe. Clary feltépte az ajtót, és kirontott az esőtől nyírkos esti levegőbe. Fulladozva az esővésztől és a könnyektől elrohant Erik ismerős sárga furgonja mellett, aminek a tetejéről csak úgy ömlött a víz a csatornába, és éppen átfutott volna az utcán a pirosban, amikor valaki elkapta a karját, és megfordította. Jace volt az. Éppen úgy bőrigázott, mint Clary szőke haja az esőtől a fejéhez simult, pólója pedig fekete festékként tapadt a testére. Clary, nem hallott az, hogy kiabáltam? Hagy békén! A lánynak remegett a hangja. Nem! Addig nem, amíg nem beszélsz velem. Körülnézett az elhagyatott utcán. Az esőcseppek sebesen nyíló virágokként pattantak szét a betonon. Gyere! Továbbra is Clary karját szorongatva elrángatta a lányt a furgon mellől. Be egy szűk utcácskába, az altóbár mellett, a felettük nyíló magas ablakon kiszűrődtek oda bentről a még mindig szóló zene hangjai. Az utcát két oldal téglafalak határolták, és láthatólag ide dobálták ki a használhatatlanná vált zeneszerszámokat. A földet tökrement erősítők és régi mikrofonok borították, összetört sörös kossók és cigarittacsikkek társaságában. Clary kitépte a karját Jace szorításából, és a fiú szemébe nézett. Ha azt tervezed, hogy bocsánatot kérsz, ne strapáld magad! Félre söpörte az arcából esővíztől nehéz karját. Nem akarom hallani! Azt akartam elmondani, hogy Simonnak próbáltam segíteni, mondta. A cseppek, mint a könnyek gördültek le a szempilláiról, hogy aztán végigfolyanak az arcán. Nála voltam az elmúlt, és nem tudtál szólni? Egy vacak SMS-t nem tudták küldeni, hogy merre jársz? Éha vár, nem tudtál, mert még mindig nálad van a rohadt telefonom. Add ide! Jace némán a nadrágja zsebébe nyúlt, előhalászta a készüléket, és a lány kezébe nyomta. A telefon sértetlennek tűnt. Clary gyorsan betette a táskájába, mielőtt az eső kártehetett volna benne. Jace közben olyan tekintettel figyelte, mintha Clary pofon vágta volna. A lány ettől csak még dühösebb lett. Mégis milyen jogon sértődött meg? Azt hiszem, mondta lassan Jace. Úgy gondoltam, hogy ha Simondal vagyok, az kicsit olyan, mintha veled lennék. Az a hülye ötletem támad, hogy ha vigyázok rá, és te rájössz, hogy a kedvedért teszem, akkor majd megbocsátasz. Clary dühe forró, megállíthatatlan áradatként tört a felszínre. Még azt sem tudom, mit kéne szerinted megbocsátanom? Kiáltott. Azt, hogy nem szeretsz többé, mert ha ezt szeretnéd, Jace Lightwood, akkor inkább fogd magad, és vakon hátralépett, és majdnem hanyatt esett egy kidobott hangfalban. A táskája a földre csúszott, ahogy kinyújtott karral próbálta visszanyerni az egyensúlyát. De Jace már ott is termett, villámgyorsan elkapta a lányt, aztán nyomott tovább előre, amíg Clary háta el nem érte a falat ő köré, nem zárta a karjait, és hevesen csókolni nem kezdte. Clary tudta, hogy el kéne tolnia magától a fiút. Az esze azt mondta, egyedül ennek lenne értelme, csak hogy egyetlen porcikáját sem érdekelte, minek van értelme és minek nincs. Most aztán biztosan nem, amikor Jace úgy csókolta, mintha tudná, hogy a pokolra kerülhet érte, de úgy lenne vele, hogy akkor is megéri. Clary a fiú vállába mélyeztette az ujjait, és átázott szövet alatt érezte az izmok keménységét. A szenvedélyben, amivel viszonozta a csókot, benne volt az elmúlt napok elkeseredettsége, a bizonytalanság, hogy hol lehet, és mire gondolhat Jace, az érzés, hogy a szívét kitépték a helyéből, és hogy képtelen elég levegőhöz jutni. Mondd el! Lihegte két csok között, ahogy nedves arcuk összesimult. Mondd el, mi a baj? Ó! Clarynek fennakadt a lélegzete, ahogy a fiú elhúzódott tőle, éppen csak annyira, hogy megragadhassa a derekát, aztán felemelte, és Clary már is egy rossz hangfal tetején állt, amitől majdnem egyforma magasak lettek. Aztán Jace két kézzel megfogta az arcát, és előrehajolt, hogy a testük majdnem összeért. De azért mégsem teljesen, hátborzongató volt. Clary érezte a fiúból áradó forróságot, a kezét még mindig Jace vállán tartotta, de ennyi nem volt elég. Azt akarta, hogy tapadjanak össze, hogy ölelje meg, amilyen szorosan lehet. Miért nem tudsz szólni hozzám? Kérdezte súgva. Miért nem tudsz rám nézni? Jace lehajtotta a fejét, hogy találkozhasson a tekintetük. Esőcseppektől sötét pillái között. Lehetetlenül aranyszínű volt a szeme. Mert szeretlek. Clary nem bírta tovább. Levette a kezét a fiú válláról, ujjait az övé köré bújtatóiba dugta,
és odarántotta magához. Jace nem ellenkezett, tenyerével a falnak támaszkodott, és addig simult a lányhoz, amíg a mellüktől a csípőjükön át a lábukig minden testrészük úgy illeszkedett össze, akár egy kirakos játék darabjai. A fiú keze Cléri dereken csúszott, és hosszan, szenvedélyesen megcsókolták egymást, hogy a lány beleremegett. Aztán Cléri mégis elhúzódott. Ennek semmi értelme. Persze, hogy nincs, mondta Jace. De nem érdekel. A hócipőm tele van vele, hogy megpróbálok úgy tenni, mintha képes lennék nélküled élni. Hát nem érted? Nem látod, hogy belehalok? Cléri a fiúra merett. Látta rajta, hogy komolyan beszél. Látta a szemében, amit éppen olyan jól ismert, mint a sajátját. Az árnyékokban, a szeme alatt, az erek lüktetésében, a nyakán, a válaszok utáni vágyakozása megküzdött, agya alapvetőbb ösztöneivel is vesztett. Akkor csókolj meg! Suttogta Cléri, és a fiú szája már is az övére tapadt. A szívük együtt dobbant a testüket, elválasztó vékony, átázott szövet mögött. Cléri fuldoklott az érzésben, ahogyan Jace csókolta, ahogy az eső végigfolyt a szempilláin, ahogy a fiú keze ide-oda siklott a nedvességtől a testhez, tapadó gyűrött ruháján. Majdnem olyan volt, mintha Jace a csupasz bőrét simogatta volna, a mellét, a derekát, a hasát, amikor a fiú elérte Cléri ruhájának szegélyét, megragadta a lány lábát, és még erősebben a falhoz szorította. Cléri pedig a dereka köré fonta a combjait. Jace méről jövő meglepett morgást hallatott, aztán beleméheztette az ujjait a lány harisnyájának szövetébe. Az anyag elhasadt, és a fiú ujjai hirtelen a csupasz bőrt érintették. Cléri sem akart lemaradni kezét, Jace átázott pólója alá csúsztatta, és ujjaival neki látott felfedezni mindazt, amit ott talált, a bordákra feszülő forró bőrt, a hasizmok vonalát, a sebb helyeket a fiú hátán, meg a cipőjét közvetlenül a farmer fölött. Ezek a területek mostanáig fehér foltok voltak, de Jace szinte megvadult, halkan nyöszörgött. Egyre hevesebben és hevesebben csókolta a lányt, mintha soha, de soha nem lehetne elég belőle. Clérit egyszerre rettenetes csörömpölés rázta fel, és zökkentette ki a csók és az első álomvilágából. Zihálva tolta el magától Jace-t. Olyan erővel, hogy a fiú elengedte, ő pedig elvesztette az egyensúlyát, bizonytalanul lelépett a hangfalról, és már is a ruháját kezdte igazgatni. A szíve akár egy faltörő okkos dörömbölt a mellkasában. Szédült. Az ördögbe is. Isabel az utca bejáratánál állt, vizes fekete haja köpönyekként borította a vállát. Dühösen rúgott félre egy szemetes kukát, és út az útjából. Ezt nem hiszem el! Miért? Mi a baj a hálószobákkal? És a diszkrécióval? Cléri Jace-re pillantott, a fiú bőrigázott, a víz patakokban folyt róla. A fejbőréhez tapadó világos haja majdnem ezüst színű volt a távoli utcai lámpák halvány ragyogásában. Elég volt ránézni, és Cléri már is megint hozzá akart érni, akár ott volt Isabel, akár nem. Már-már fájdalmas volt a vágyakozás. Úgy nézett Izire, mintha a legmélyebb álmából ébredt volna. Zavartan, dühösen, lassú rácsodálkozással. Csak Simont keresem, kezdett magyarázkodásba Isabel Jace tekintetét látva. Lerohant a színpadról, és fogalmam sincs róla, merre mehetett. Clérinek csak most tűnt fel, hogy valahol menet közben elhallgatott a zene. Észre sem vette, mikor. Mindegy, itt nyilván nincs. Folytassátok csak, amit elkezdtetek. Bűn veszni, hagyni egy tökéletes jó téglafalat. Ha hozzá lehet vágni valakit, én mindig azt mondom. Ezzel elindult vissza a bár felé. Cléri Jace-re pillantott. Máskor együtt nevettek volna Isabel morcosságán, de a fiú tekintetében most nyoma sem volt a jókednek, és Cléri azonnal tudta, hogy akármész szökkent szárba az imént, amikor egy pillanatra elvesztették a fejüket, annak már nyoma sincs. Vérízét érezte a szájában, de nem tudta, ő harapta el a saját ajkát vagy a fiú. Jace. Cléri lépett egyet a fiú felé. Ne! Szólt rá Jace nyerszen. Nem lehet. Aztán már ott sem volt. Olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt. Szinte a körvonalai is elmosódtak, és eltűnt a semmiben, mielőtt Cléri egyáltalán levegőt vehetett volna, hogy utána kiáltson. Simon! A dühös hang szinte robbant Simon fülében. Éppen elengedte volna Maureen-t, vagy legalábbis ezt mondta magának. De nem kapott rá esélyt, erős kezek ragadták meg a karját, és leemelték a lányról. A holtsápolt Kyle rángatt a talpra, aki még mindig zihált, és izzadt volt a koncert lendületétől. Mi ütött bélét, Simon? Mi ütött? Nem akartam, lihegte Simon. A hangja a saját fülében is bizonytalannak tűnt. A vámpírfogai kint voltak, és még nem tanulta meg,
Hogyan tud így rendesen beszélni? Kyle mellett a padlón ott feküdt az ijesztően mozdulatlan Maureen. Csak megtörtént. Én megmondtam. Megmondtam. Kyle felemelte a hangját, és keményen félre taszította az útból Simont. Simon hátralépett. Égett a homloka, ahogy egy láthatatlan kéz felemelte Kyle-t a levegőbe, és szabályosan a falhoz vágta. A fiú felnyögött, és négykézláb ért földet, akár egy sebesült farkas. Fájdalmas grimasszal tápászkodott fel. Jézusom, Simon! De Simon már Maureen mellett térdelt, és kétségbe esetten tapogatta a nyakán az ütőeret. Amikor az erőtlenül, de mégiscsak lüktetni kezdett. Az ujja alatt a fiú kiséjén elsírta magát megkönnyebbülésében. Tűnjél előle! Kyle feszültnek tűnt, ahogy megállt Simon mellett. Állj fel és menj tovább! Simon keletlenül felállt, és Maureen elnyett teste fölött Kyle szemébe nézett. A színpadra vezető függönrésén átszűrődött a fény. Simon hallotta a többieket, amint csevegve nekiláttak, hogy szétszedjék a felszerelést. Bármelyik pillanatban utánok jöhettek. Az előbb, szólt Kyle. Te meglöktél engem? Mert nem láttam, hogy mozoltál volna. Nem akartam, ismételte elkeseredetten Simon. Úgy érezte mostanában, nincs is más mondani valója. Kyle hajjal lobogott, ahogy a fiú meglászta a fejét. Menj ki! Várj meg a furgonnál róla, majd én gondoskodom. Lehajolt és karjába kapta Maureen-t. A lány egész aprónak tűnt Kyle széles mellkasa előtt, olyan volt akár egy baba, a fiú szigorúan pillantott Simonra. Nyomás! És erősen remélem, hogy borzalmasan érzed magad. Simon a vész kiárathoz ment, és kilőtte az ajtót. Nem szólalt meg automatikusan a tűzriasztó, azt valaki hónapokkal ezelőtt tönkretette. Az ajtó becsapódott mögötte, ő pedig a klub hátsó falának támaszkodott, és minden porcikája remegni kezdett. A klub mögötti keskeny utcában raktárépületek sorakoztak egymás mellett, a túloldalon roskadozó drótkerítés határolt egy üres telket. A járda réseiből gyér fűszálak bújtak elő. Az utcát elborító szemetet szakadó eső áztatta, a csordult iktált csatornában sörös dobozok úsztak az árral. Simon úgy érezte, soha életében nem látott még ilyen gyönyörűséget. Az éjszaka a szivárvány összes színében ragyogott, a kerítés ezüst drótok fényes hálózatává változott. Az eső platina könycseppek garmadájaként hullott alá. Az aszfalt repedéseiből lángnyelvekként törtek elő a fűszálak. És erősen remélem, hogy borzalmasan érzed magad, mondta az előbb Kyle. Csak hogy ez sokkal rosszabb volt. Simon fantasztikusan érezte magát. Élt, ahogy az előtt sosem. Az energia hullámai elektromos áramként cikáztak a testében, a feje és a gyomra nem fájt többé. 10 000 kilométert lefutott volna, ha kell. Te ott, valami baj van? A hang barátságos volt és érdeklődő. Simon megfordult. Egy hosszú, fekete esőkabátot viselő nőt látott a kezében sárga esernyővel. Ahogy most látta a világot, egy virágzó napraforgó jutott eszébe róla. A nő gyönyörű volt. Bár Simon éppen minden gyönyörűt látott. A haja feketén csillogott, akár vörös rúzs emelte ki. Simonnak halványan rém lett, hogy koncert közben ott ült valamelyik asztalnál. A fiú csak bólintott, egyáltalán nem volt benne biztos, hogy képes lenne megszólalni. Elég ijesztő látvány nyújthatott, ha egy vadidegen odament hozzá érdeklődni a hogy léte felől. Úgy tűnik, mintha beütötted volna a fejedet, mondta a nő, és Simon homlokára mutatott. Elég csúnya az a horzsolás. Biztos, hogy ne hívjak ide valakit? Simon kapkodva megigazította a haját, hogy elrejtse a jelet. Jól vagyok, semmi baj. Rendben, ha te mondod. Azért úgy tűnt a nőnek, továbbra is kétségei vannak. A zsebébe nyúlt, elővett egy kártyát, és Simon kezébe nyomta. A neve volt alatta Satrina Kendall. A névál alá kiskapitálissal azt nyomtatták zenei menedzser. De volt ott egy telefonszám, meg egy cím is. Ez én vagyok, magyarázta a nő. Tetszett, amit odabent csináltatok. Ha szívesen játszanátok, kicsit komolyabban is. Csak hívj fel. Ezzel sarkon fordult, és ellibegett. Simon döbbentem merett utána. Kizárt dolog gondolta, hogy ez az este még ennél is bizarrabb lehet. Meglázta a fejét, amitől vízcseppek repültek a szélrózsa minden irányába, és cuppogó léptekkel megkerülte az épületet. Amikor odaért a furgonhoz, látta, hogy a kocsma ajtaja nyitva áll, és özönlenek kifelé az emberek. Továbbra is természetellenesen fényesnek látott mindent, de már nem érezte úgy, mintha egy prizmán keresztül szemlélné a világot. Egészen hétköznapinak tűnő jelenet zajlott előtte. A kocsma lassan kiürült, a furgon hátsó ajtaja nyitva állt, és Matt Kirk meg néhány barátjuk már pakolta is befelé a felszerelést. Ahogy Simon közeledett, látta, hogy Isabella furgonnak veti a hátát, és egyik lábát felhúzza, hogy csizmás sarka a kocsi horpalt oldalát támasztotta. Persze segíthetett volna a cipekedésben,
Isabel erősebb volt, mint bárki a bandából, kivéve talán Kyle-t, de láthatólag esze ágában sem volt strapálni magát, Simon nem is várt tőle mást. Isabel felkapta a fejét, ahogy a fiú közelebb ért hozzá. Az eső időközben csillapodott, de a lány nyilvánvalóan jó ideje kint lehetett már az utcán. A haja súlyos, ázott függönyként zuhant a hátára. – Hello! – mondta. Majd eltolta magát a furgontól, és maga is megindult Simon felé. – Merre jártál? Csak úgy lerohantál a színpadról. – Igen – bólintott a fiú. – Elkapott a rosszul lét, bocs. – Hát, ha már jobban vagy – elkarolta a fiút, és rámosolygott. Simon megkönnyebbülten állapította meg, hogy nem érzett semmilyen ingert, hogy megharapja. Aztán eszébe jutott, hogy miért, és elfogta a bűntudat. Nem lett a Jace mi? Kérdezte Simon. Isabel az égnek vetette a szemét. Beléjük futottam, ahogy éppen smárolt a Clary-be, elmondta. Bár most már elmentek, remélem haza, annak a kettőnek egy szobában a helye. Azt hittem, Clary nem jön, csodálkozott Simon, bár nem volt ebben semmi meglepő, nyilván halasztották a tortás megbeszélést, vagy ilyesmi. Még arra sem maradt energiája, hogy bosszantsa, milyen felelőtlen testőrnek bizonyult Jace. Nem, mintha valaha is azt gondolta volna, hogy Jace komolyan veszi az ő testi épségének biztosítását. Azt azért reméltem, hogy Jace és Clary rendbe rakták a dolgaikat, akármi is volt a gond. Mindegy, vigyorodott el Isabel. Mivel ketten maradtunk, talán elmehetnénk valahová is. Egy hang, nagyon ismerős hang szólalt meg mögöttük a sötétben, a legközelebbi utcai lámpa fénykörében, éppen hogy csak túl. Simon? Jaj, ne, ne most, csak ne most. Simon lassan megfordult, Isabel még mindig lazán tartotta a derekát. Már a fiú tudta, hogy már nem maradott sokáig a keze, már mintha az áll mögöttük. Akire gondolt? Ő volt az. Maja belépett a lámpa fénykörébe, és hitetlenkedve nézett Simonra. Általában göndörhaját a fejére tapasztotta az eső, borostyán színű szeme tágra nyílt, a nadrága és farmer dzsekije teljesen átázott. Bal kezében egy felcsavart papírlapot szorongatott. Simon tudatáig halványan eljutott, hogy zenésztársai lassítottak, és lepezetlenül bámulták, mi történik. Isabel elvette a kezét a fiú derekáról. Simon? Kérdezte. Mi folyik itt? Azt mondtad, nem ész rá ma este, szólt Maja. Aztán ma délelőtt valaki ezt tudta be az őrs ajtaja alatt. Előre nyújtotta a felcsavart papírlapot. Nyilvánvaló volt, hogy az aznap esti koncert hirdetése az. Isabel Simonról Majára pillantott, és lassan kiült az arcára a felismerés. Várjunk csak egy pillanatra, mondta, tirandisztok? Maja állta a tekintetét. És ti? Igen, felelte Isabel már néhány hete. Maja összehúzta a szemét. Mi is szeptember óta járunk? Ezt el sem hiszem, jelentette ki Isabel. Látszott rajta, hogy tényleg nem hiszi el. Simon? Kezét csípőre téve a fiú felé fordult. Meg tudod magyarázni? A többiek időközben mindent bepakoltak a furgonba, a dobok megtöltötték a hátsó ülést, a gitárok meg a basszusgitárok pedig a csomagtartót. És nyíltan bámulták őket. Erika szája elé emelte a kezét, mintha egy megafon volna. Hölgyeim, hölgyeim, rikkantotta. Nem kell összeveszni. Jut elég számom mindenkinek. Isabel megpördült, és olyan gyilkos pillantást vetett Erikre, hogy az azonnal elhallgatott. A furgon hátsó ajtaja becsapódott, és a jármű neki indult. Árulók, gondolta Simon. Bár igazság szerint nyilván úgy gondolták, hogy őt úgyis Kyle viszi haza, ha már a sarkon parkol a kocsija. Mármint, ha megéri. Nem hiszem el, Simon, mondta Maja. Ő is csípőre tett kézzel állt, éppen mint Isabel. Mégis hogy gondoltad? Hogy csapattál be így? Nem csaptalak be, tiltakozott Simon. Fel sem merült, hogy mással nem randizhatunk. Isabelhez fordult. Mint ahogy veled sem. És tudom, hogy te is találkozottál mással is. Nem olyanokkal, akiket ismersz, fortyogott Isabel. Nem a barátaiddal. Hogy éreznéd magad, ha Erikkel randiznék? Őszintén szólva csodálkoznék, felelte Simon. Egyáltalán nem az eseted. Nem ez a lényeg, Simon. Majd közelebb húzódott Isabelhez, és most a női harag áthatóhatatlan falaként együtt meredtek rá. A kocsma teljesen kiürült, és hármukon kívül senki sem volt már a közelben. Simon azon gondolkodott, mennyi esélye lenne, ha futásra keredne, de arra jutott, hogy nem sok. A férfarkasok gyorsak, Isabel pedig képzett, vámpírvadász. Ne haragudjatok, mondta inkább. Szerencsére kezdett alább hagyni a zsongás, amit az megívott vér okozott. Most már nem szédült, viszont erre inkább pánikba esett. Ha ez nem lett volna elég, folyton eszébe jutott Maureen, meg az, amit a lányjal tett. És nagyon jól lett volna tudni, hogy hogy van. Hagyja az ég, hogy ne legyen semmi baja. El kellett volna mondanom nektek csak. Mind a kettőtöket nagyon bírlak, és senkit sem akartam megbántani.
Abban a pillanatban, hogy kimondta, már is érezte, hogy milyen ostobán hangozhatnak a szavai. Egy bunkó próbálja így mentegetni, hogy bunkó viselkedett. Simon sosem gondolta magáról, hogy bunkó lenne. Csak egy kedves srác volt az a fajta, akit észre sem vesznek, és inkább a szexis rossz fiút vagy a szemvelgő művész típust választják helyette. Vagy azt az önző alakot, akinek nem jelent gondot két lányal randizni egyszerre, és ha éppenséggel nem is hazudik nekik, azért igazat sem mond. Hű, mondta leginkább magának, hogy én mekkora seggfej vagyok. Valószínűleg most szóltál először igazat, amióta ideértem, jegyezte meg Maja. Ámen, bólintott Izabel, bár ha engem kérdezel, ezzel már nem vagyunk kisegítve. Kinyílt a kocsma oldalsó ajtaja, és Kyle lépett ki rajta, Simonon végig söpört a megkönnyebbülés. Kyle komoly képet vágott, de nem annyira komolyat, amiért Simon érzése szerint akkor vágott volna, ha valami rettenetes történik Maureen-nel. A fiú elindult feléjük lefelé a lépcsőn, az eső most már éppen, hogy csak szitált. Maja és Isabel háttal álltak Kyle-nak, mindketten égő tekintettel meredtek Simonra. Remélem nem számítasz rá, hogy akármelyikünk is még egyszer szóba áll veled, mondta Isabel. És beszélni fogok Clary-vel is. Nagyon-nagyon komolyan ecsetelem neki. Kikkel kéne barátkoznia? Kyle, szólt Simon. Ahogy a másik fiú halló távolságba került, érződött a hangján a végtelen megkönnyebbülés. Maureen, hogy fogalma sem volt, hogyan tehetné fel a kérdést anélkül, hogy Maja meg Isabel megtudják, mi történt. De végül mindegy is volt, mert nem volt alkalma folytatni a mondatot. Maja és Isabel megfordultak. Isabel ingerültnek tűnt. Maja inkább meglepetnek. Láthatólag kíváncsi volt rá, kikerült elő hirtelen. Amint Maja közelebbről is megpillantotta Kyle-t, a szeme tágra nyílt, és a vér kiszökött az arcából. Kyle úgy nézett vissza rá, mint aki most ébredt fel egy rémálomból, de azon kapta magát, hogy ez mégiscsak a valóság, és nincs előle menekvés. Hűha, szólt Isabel egyikről a másikra pillantva. Ti ketten ismeritek egymást? Maja alka szétnyílt, még mindig Kyle-t bámulta. Simon éppen arra gondolt, hogy a lány soha nem nézett még rá ilyen intenzitással, amikor Maja azt suttogta, Jordan? És rávetette magát Kyle-ra, karmai előugrottak a helyükből, és a fiú nyakába mélyedtek.